azért nem vagyunk modernek, és nem live-ba mondom el ezt a szöveget. Zugló közepéről, de elég napfényes időben köszönthetem ezt a kiállítást. Amikor ti éppen itt álltok és nézitek ezeket a képeket, akkor én éppen Barcelonában fogok Gaudi épületeket nézegetni, és nem sokkal később átrepülök Malagába, ahol a nagy Picasso múzeumot nézem meg. Lehetne persze mondani, hogy milyen jó dolog Barcelonában Gaudit nézni, meg Picasso-t Malagában, de szerintem, legalábbis én így érzem, ebből a szempontból szívesebben lennék Vértes Atyán a kiállítás megnyitom, mivel igazából Gaudi és Picasso is döglött. Picasso inkább döglött, Gaudi még valamennyire mondhatjuk, hogy érdekel, de a művészet szerintem mindig ott van, ahol mozgatják, ahol él, ahol szervezik, ahol valaki meg akarja fogalmazni a világot. És ez a hely most egyébként Vértes Atya. Most érjük rá kiállított művészetre, hiszen ők teszik élővé ezt a kiállítóházat itt Vértes Atyán. És hát elsőként, nem csak udvariasság okán, Bondor Csillával kezdeném az ő műveivel, az ő műveit ajánlanám. Bondor Csilla művei nagyon illenek ebbe a közegbe, ebbe a pajtából és ólból átalakított kiállítóházba. Természetes anyagokból, a síkkal és a térrel játszva egy olyan realitást hoz létre, ami mindig figyelmeztet minket arra, hogy a valóság és az agyunk által felfogott kép között igen nagy ellentét feszülhet sokszor, és így folytonosan arra vesz rá minket, hogy újraértékeljük a minket körülvevő teret és világot. És bebizonyítja azt az itt a falon lévő művek közül sok, hogy a helyszín az nagyon fontos, de bármi átlényegülhet kiállító helyé. Egy pajta is, egy ól is, akármilyen helyszín válhat művészeti tereppé. Boros István munkái pedig azok, amelyek elemelkednek a faltól, színvilágukban és üzenetükben, ahol szintén megtalálható a kapu motívum. Üzenik nekünk azt, hogy bármi feltámadhat az enyészetből, bármi örökérvényű lehet. Ezt a két, illetve három régi épületet, ami otthonát adja a kiállításnak, most reméljük, vagy lehetséges, hogy megint csak akár újabb 50-60-100 évre használható és értékes helyszíne lesz ezúttal kiállításoknak. A munkákban, Boros István festményeiben mindig, legalábbis én mindig látom az örökké valóságot, az örökké valóságra való törekvést, azt a letisztultságot, ami térben, színben és formában azt a örökké jelen való dolgot szimbolizálja, aminek folyását csak mi emberek érezzük, a fizika törvényei sokszor már megkérdőjelezik az időt. Az idő ábrázolását láthatjuk ezeken a képeken. Nagyon finoman, már-már buddhista tisztultsággal jelentkeznek az időnyomai a képeken. Éppen ezért ezek előtt a képek előtt, ugyanúgy Bondor Csilla képei előtt érdemes hosszabb ideig megállni, elidőzni, nem pedig csak megnézni és tovább lépni. Sok üzenete lehet számunkra. A harmadik kiállító, Blaumann Ödön, pedig kivisz minket ebből a pajtából, és a szűkebb környezetet mutatja be számunkra, Vértes Atyát, illetve nem Vértes Atyát, hanem a természetet, hiszen a képek nagy része nem itt készült, de a magyar természet képeit mutatja be. Ő hozza nekünk azt a természeti harmóniát, amire az ember már csak törekedni tud, hiszen kilépett a természet világából, és ezeken a már klasszikusan megkomponált, klasszikus festményekhez hasonlóan megkomponált művekből hozza létre azt a harmóniát, amit nagyon nehéz közvetíteni a lencsén keresztül, hiszen a harmóniát a természetben találjuk meg, a közvetítő médiumok pedig mindig torzítják ezt, és Blaumann Ödönnek sikerül áthozni számunkra a természet harmóniáját. Nagyon ide jönnek ezek a képek, nem csak azért, mert Vértes Atyát erdő veszi körül, és nagyon sok vadat találunk, hanem
magának a kiállítóháznak a végében nagyon gyakran tűnnek fel szarvasok, őzek, többen már vaddisznót is láttak, reméljük a mostani ünnepek alatt elkerülik a környéket, de mindenképpen a természet részeként funkcionál ez a kiállítóház, ez a telek, ez a ház, és ez a falu is, ami, hát lássuk be, egy nagyon egészséges és nagyon jó dolog. Ettől elszakadni, Mértesacsán, mármint a természettől, a hegyektől, az erdőtől, és az ezt jelentő flórától és faunától lehetetlen. És itt a kiállítóházban is valóban nagyon jó voltából ez a helyzet. Ha már az elején az élő kultúráról beszéltünk, arról a vágyról, hogy valaki megfogalmazza a valóságot, és átszűrje magán, és minél hitelesebben kifejezze azt, én ajánlom nektek, hogy nézzétek meg ezeket a műveket, valószínűleg legtöbbetek itt is marad a kiállítás megnyitó után, hiszen ennek a helyszínnek, a vértesacsai helyszínnek az egyik nagy előnye az, hogy nem tudsz csak kiugrani a kiállítás megnyitóra, és talán gyorsan hazamenni, hanem nyilván itt maradtok, sőt többen valószínűleg itt is alszotok a helyszínen. Úgyhogy ne csak nézzétek őket, hanem éljetek együtt ezekkel a képekkel egy ideig. Térjetek hozzájuk vissza, és hát ha nem kerül fáradtságotokba, ígyatok egy korcsot az én egészségemre is, és kívánjatok jó utat. Én is jó utat kívánok nektek művészi értelemben is, és hát hazafelé is majd Vértesacsáról. Sziasztok! Művésznő. Művésznő volt.